Tanár úr, idáig süllyedni. A dolgozatok eredményeitől nem lesznek ilyen jókedvűek. Csapni valóak, nekem mindent. Engem nem érdekel. Felőlem lehet röhögcsélni is. Én se jó szívűségből tartok itt korrepetíciót. Semmi kedvem hozzá, nekem elhihetitek. Főleg nem egy tanár fiának, Dániel! Bálintkám, hogy te mit keresel itt, azt a jó Isten se tudja. Legalább csinálj, hogy mit tudja figyelni. Kérdés? Van. Elmehetné, hogyha nekem már úgyis mindegy. Nem, még csak az kéne, leül. Ennyi? Én nem kapom meg a dogámat? Négyes. Na azt meg, hogy a büdös életbe hoztad össze? Tanár úr, nem számolta el magát? Én is abban reménykedtem, de sajnos nem. Úgy látszik, vannak még véletlenek. Azért ne bízd el magad. Hallod? Hízzel meg, aztán még fizika tanár is lehet belőled. Te megvedd a fáradtságot és tanulj egy picit, akkor nem buksz meg megint. Elkezdhetjük! Dániel, átül oda. Én? Van más Dániel is. De minek? Mi az, hogy minek? Egyelőre én vagyok a tanár, vagy nem? Még meg sem szólaltam. Tudom, de majd akarsz. Nem fogok átülni. Ja. Jól van, akkor bemegyek a tanáriba, és megmondom az apádnak, hogy a fia még ennyire se képes, na? A fény polarizációja. Kísérlet kezdetén a fény polarizátor és a analizátor párhuzamos irányú. Az a tengelyek között összefoglalva. A fény sűrűre 56 fokos beesési szögben bocsátott fényalát egyrészt a üveglap, ugyebár visszavett. Ez a visszavert talán az A fokhoz, szintén 56 fokos belsési szögben a bocsát kerülnek. Egy része visszavert, és az a kerülnek megrámít egy kerekból. A második üveglapra ráeső fénynyalát, mint tengely körül forgatjuk, aztán 90 fokos elfoglalás esetén teljesen el is tört. Ha tovább forgatjuk az üveglapot, akkor a fénykor újra feltűnik, lassan felerősödik. Eredeti helyzethez képest 180 fokos elfoglalás helyzetben megint fényerősödött a kap. Mintha magamba beszélnék, néha az az érzésem. Magának vannak érzései. Csók, tanár úr! Na, sok sikert! Dániel! Mizu apa! Már megint miket kell hallani a tanáriban? Te erre a négyes fizika dogán mire? Az nem annyira, inkább a szemtelenséged, kisfiam. Miki megint hazudott valamit, erről akarsz kiukadni? Csak még nem jöttél rá, hogy őt nem kell komolyan menni. Hajdú, tanár úr! Mit mesélt be neked? Nem mesélt be semmit, egyébként is nem veszekedni jöttem, hanem hogy... Nem, most már fejezd be, amit elkezdtél. Bálintot elüldözted, engem nem tudsz ilyen könnyen, mesélj csak. Nekem okozol kellemetlenséget a kollégák előtt. Én tudom a legjobban, hogy nem egy könnyű eset. Gondolom azért is én vagyok a hibás, hogy vele nem lehet kijönni. Tudod jól, hogy nem ezt mondtam. Na, valami, ami nem az én hibám. Lehet, hogy nem sok szülői szeretetben volt része. Mennyi közös van bennünk?
Na jó. Elvinnélek haza, de még van egy kis dolgom a városban. Majd este jövök addig. Tombolt ki magad. Van, baszki, nem látsz a szemettől? Már biciklire is kellene jogosítvány. Én kérek bocsánatot is. Nem kellene biciklire ülnöd, ha süket néma vagy. Nem vagyok se süket, se néma. Egyébként se az én hibám volt. Nem? Ja, bocs, hogy gyalogosként a járdán sétáltam. Legközelebb az úteste megyek, hát ha az autóültel. Szerinted az mi, ha nem kerékpárút? Jó, talán mégis igazad van. Lehet, hogy én voltam figyelmetlen. Köszönöm szépen, hogy belátod. Jó, hogy nem busszal jöttél. Azzal akartam, csak lekéstem. Azt meg kellene mutatni egy orvosnak. Ezt? Ezt minek? Semmiség. Nem fogok belehalni. Hát? Akkor sem rohanok egyből orvoshoz. Megvarogjuk a véleményét. Megnézném így, hogyan rohansz. Édesanyám orvos, én is értek hozzá, na mutasd. Nem! Hiszem, hogy szükség van rá. Élek. Még? Nem is most lesz a baj. A sebbe egy kis por kerül vagy kosz, elfertőződik és észre se veszed, undorító genny alakul ki benne, elüszkosodik és hip-hop volt, láb nincs láb és a végén... Jó van, hagyd már abba. Ennyire nem kell belejelned magad. Látod? Már meg is gyógyultam. Egyébként kit jelenthetek fel a rendőrségen gázolóként? Villányi Rékát. És hogy hívják az áldozatot? Dani. Lőrinc Dani. Aggódjon bennem, ugyanúgy megbízhat, mint a korábbi kezelőorvosában. Nem kell egyből a legrosszabbra gondolni, van még remény. Még most várjuk a mintavétel eredményeit. Azok 10 napon belül meg is lesznek. Addig pedig élvezze ki a hátralévő napokat. Nem úgy értettem, hogy ezek lennének az utolsó napjai. Elnézést, mindegy. Csak azt akartam mondani, hogy értékelje azt, amit eddig észre sem vett. Van családja, ugye? Igen. Igen, egy fiam. Egyedül nevelem. És most nem is tudom, hogyan mondjam ezt el neki, hogy az anyja után az apját is elveszi. Tibor, már megint a legrosszabbra gondol. Arra majd ráér akkor gondolni, hogyha megkapja az eredményeket. Elnézést, nem úgy értettem. Egyáltalán nem biztos, hogy rossz híreket fog kapni. Persze ebben egészen biztosak sem lehetünk. Nem mondhatok semmi konkrétumot. Lehet jó, lehet rossz. Igen, akkor... igen. Értem. Rendben. Csak nyugalom. Maga sokkal összezavarodottabb, mint én vagyok. Ja. Azt hiszem, ráér még azzal, hogy bármit is mondjon. Ne kapkodj el. Várjuk ki a végét. Hogy is hívják a fiát? Danikám, ne legyél mekkora barom. Nagyon jól tudod, hogy nincs szerelem első látása, főleg nem első ütközésre. A pénztárcát megnézted? Így szokták kirabolni az embert. Ó, te könnyen beszélsz, de én most találkoztam egy lányra. Igen, tudom, akivel 3 percig tartott a kapcsolatot. Nagy szó. De pénztárcát nélkül mással se tartanám tovább. Jaj, nem zsebtól baj. Meg amúgy sincs benne semmi, amit adottatok fel. Igaz. De abban a csajban, abban volt valami különleges. Ó, mindjárt olvad. Minek magyarázom ezt neked, úgyse érthetem. A telefonszámát. Na, azt elkérhettem volna. Jaj, ne, de tesszél a számáit nekem, jó? Na figyelj, biztos, hogy majd egy csaj, aki simán lesz olyan jó szóbája. Nem most, hanem majd. De egy hét után azt is megmond. Tapasztalat. Miben nem mész? Te, az meg ki ott a helyemen. Na mi a tököm ez a közlekedési dugó? Új kislánnyal megismerkedtél? Hányadik neked ez a héten? Hm? És neked, Danikám, az első? Azt mondod,
Azt mondod, hogy neked eddig nem volt barátnőd. Hallottad ezt? Tartsd magad távol tőle. Tegyétek már le a seggeteket! Bocs, téged nem zavar, hogy ez itt a... Beszélnek? Hülye vagy? Csak nem ez volt a ti helyetek. De igen, képzeld, ez volt, szóval nagyon jó lenni. Ezért talán nem foglak feljelenteni. De azért igen, amiért nem szóltál, hogy osztálytársak leszünk. Nem tudtam, hogy ez is bűncselekmény. Gyügyő? Nem mondod. Na, ő engem is ütött volna. Miki meg mekkora egy szemétláda. Te? Megnyugnak van még abból a hasajtóban? Danikám, rád se ismerek. Tetszik az új hozzáállásod. Jó hatással van rád. Na, miután a két fiatal ember befejezte a dumálást, bemutatom az új osztálytársatokat. Villányi Rékának hívják. A két fiú már eleget szerepelt, úgyhogy adjunk lehetőséget másnak is. Tiszteltem, tanár úr! Daniel, tudnál majd egy... Na nézd már, közeledik szíved választottja. Hogy nyerni. Mi van? Engedd már, hogy bedobjam. Hülye vagy, ez egy kicsit túlzás, nem? Bálint csak egyszer. Hol testem át, jó? Nem mondtad? Dani. Dani, ne szórakozzál. Most ne löködj. Dani. Dani, nincs rá! Dani! Kicsit ezt megkötted! Zavarok? Ez valami új harcművészet? Igen, ez olyan, mint a ketrecharc, csak kicsit más. Beszállhatod? Persze. Bálintnak már úgy is mennie kell. Ja? Ja, igen. Sok a dolgom, meg tudod, este meló is van, szóval... Na, nem is zavarok. Cső! Szép. Másodszorra nem sikerülne. Azt hiszem. Hol tanultál meg így kosarazni? Ha az anyukád munkája miatt városról városra költözöl, és nincs időd barátokat szerezni, valahogy el kell ütni az időt. Neked ez az elütés elég jól megy. Ugye nem haragszol már? Dehogyis nem, azért mondtam. Akkor jó. Legalább este nem kell kárpótlásként elmennem veled valahova. Na jó, talán egy kicsit mégis haragszom. Mi van, Danikám? Felolvadt a jég? Sikosított, ne hozzak! Ez jó volt? A csajozás is úgy megy, mint a kosarazás. De humoros vagy már megint? Várd ki a holnapot. Ennyire szeretitek egymást? Ja, rettenetesen. Néha szórakozunk vele, és ő így viszonozza. Ez az igaz szerelem. Én azt valahogy máshogy képzelem el. Akkor este? Ja. De bringa nélkül gyere. Oké. Hello, Réka. Szia, Dani. Bálint! Várj meg! Egy fontos kérdés. Aj, Danikám, nagyon sajnálom. Gyere ide! Legközelebb összejön, jó? Figyelj, én akkor a srácokkal mindig... Emlékszel az első barátnődre? Ha, nem nagyon. Akkor, hogy hova viszed a lányokat első randira? Ja, bulizni. Akkor a másodikra. Akkor is bulizni. Majd, de ha nem vagyok bulizós típus. Na nem mondod. Összejött. Dániel, esküszöm, most egy kicsit büszke vagyok rád. Figyelj, én mindig is mondtam, hogy lesz neked való csaj, nem? Kösz. De nem fogsz normálisan válaszolni. Mit tudom én? Minden biciklizni. Pénzt legalább tudsz adni. Ja, nem nagyon. Most költöttem el. De kessék, ezt nektek adom. Felezzétek el. Dani, labdámat hova tetted? Dehogy. Örülök, hogy egyáltalán még megismersz. Kérdezhetek? Te hova vitted az első randira anyát? Ez most hogy jutott eszedbe? Nem tudom. Csak úgy. Bálint akar tanácsot kérni. Bálint.
pont tőle. Igen, mert te már elég öreg. Jó, nem öreg, hanem van már elég tapasztalatod. Na mindegy. Van egy csaj, aki nagyon bejön neki. Szerintem először elvihetné sétálni. Nem szabad az első randi mindjárt mindent lelőni. De pénzt, azt kérhetek? Nincs kedved beülni valahova? Nem kellene az első randin elülni mindent. Miért ez egy randi? Ja, nem. De hogy is. Nem azért mondtam, hogy... Nyugi, csak szivatlak. Felőlem lehetne az. Nyugodtan felmented volna. Csak az apám. Majd később elmondja, mit akar. Nézd, ott alig vannak páran, nem ülünk le egy kicsit? Jaj, oda ne. Az nem a Bálint. Mondom. Na, akkor még egyszer elmondom a kedves vendégeknek, jó? Tetszik, nem tetszik, ez van. Oké? Okay? Ennél szebben nem lehetne válaszolni. Ó, dehogy nem, majd egyből vigyázba is vágom magam, nem? Na jó lesz? Főnököd is tudja, hogy így beszélsz a vendégekkel. Mit tudom én? Menj be, azt kérdezd meg tőle. Na jó, ebből elég. Menjünk, Nyuszi. Na, nyomás, Nyuszi! Hello. Hát ti? Hirtelen ötlet volt. Csak meg ne bánjuk. Velünk is ilyen kedves leszel? Jó estét kívánok a kedves vendégeknek. Kérem, foglaljanak helyet. Na, mit hozhatok a szép hölgynek? És a kedves úrnak? Tedd már le a segged. Segíteni akarok. Na, akkor mindjárt hozom is az itallapokat. Addig el ne menjetek. Nyugi. Szóval nem vagytok jóban? Ja, de hogy is nem, csak néha nehéz elviselni. Meg állítólag nincs túl jó hatással rám. Kosztarikai túlkuszos vette meg az apát, bassza, cappuccinóval! Nem rá gondoltam. Apukádra. Ó. Hát... nem igazán szeretek erről beszélni senkinek. Vagyis még soha nem is beszéltem erről senkinek. Nem volt a helyzet magaslatán, amióta anya... Mindegy. Ezért aztán igazán nem hibáztathatod őt. Tudom, csak azóta annyira belefeledkezett a munkába, hogy sokszor nem volt ott, amikor szükségem lett volna rá. Neki pedig ugyanúgy anyukádra. És őt régebb óta ismerte, mint téged. Te majd felnőtt családod lesz, aki meg nem maradott senki. Lehetnél egy kicsit megértőbb. Néha a gyereknek kell okosabbnak lennie. Nem vagy te véletlenül pszichológus, aki egy szép fiatal csajnak adja ki magát? Na, ezt a bókot sem hallottam még. Pedig gondolom sokan bókoltak már neked. Próbálkoztak egy páran. Na most megmutatom, hogy kell felvenni a telefont, ha a szülőt hív. Persze, anya, hazatalálok. Jól van. Puszi. Én is. Valami betege rosszul lett, és be kellett vinni a kórházba. Később jön haza. Valami tanár a suliból. De most eljössz. Én kerülök kórházba? Nem, most te is szépen felhívod a apukádat, ahogyan tanítottam. Igenis, mester. Pedig mindig felveszi. Anyukád nem mondta, hogy hogy hívják azt a tanárt? Miért ő is ott tanít a suliban? Igen. Ezt eddig még sosem mondtad. Ebben a két napban, amióta ismerjük egymást.
Anya, kit hoztak be a műtőbe? Réka, tudod, hogy ezt nem árulhatom el. Akkor sem, ha én vagyok a fia. Te vagy Lőrinc Tibor fia. Akkor elmondhatom, hogy vége van. Mármint a műtétnek van vége, bocsánat, de minden a legnagyobb rendben van. Egyáltalán mi történt? Nem tudsz semmit. Persze, ez is az én hibám. Én mondtam apukádnak, hogy nem mondjon neked semmit, amíg nem vagyunk benne biztosak. Mivel rákot diagnosztizáltunk nála, de a rák lehet jó vagy rossz indulatú is. Sajnos nem váltotta ki a felírt receptjeit, ezért volt a rosszulét és az ájulás, de orvosoltuk a problémát, nálam jó kezekben lesz. Akkor az az én hibám. Én ejtettem ki a receptet. Dehogy a te hibád, szívem! Nem tetszik érteni, de mindegy. Akkor nincs baj, ugye? Minden a legnagyobb rendben van, mivel jó indulatú daganattal van dolgunk, de ezt is kezelni kell. Még időben vagyunk. Apukádnak most nagy szüksége lesz rá. Köszönöm. Szívesen, de nem én láttam el apukádat. Ahhoz még nem értek, csak a csontöréshez. Bemegyek apához egy kicsit. Megvársz? Persze, menj csak. El kellett volna már, hogy mondjam, csak nem tudtam, hogy hogyan kezdjek hozzá. Nem akartam, hogy miattam aggódj. Ne haragudj. Te ne haragudj. Nekem kellett volna észrevennem. De most már figyelni fogok rád. Is. A doktornő Réka anyukája. És megígérte, hogy jó kezekben leszel. Réka, Bálint vele akart sétálni? Hát, nem pont ő akart. Jó, barátom, rengeteg dolgotok van. Tűnés innen. Vigyázz magadra. Te meg a fiamra. Viszlát. Dani. Egy üveggel az ásványvízből, ha majd hoznál. Tanár úr, idáig süllyedni.